hogy mindannyian lélekben zarándokként menjünk ki a kápolnához, zarándokoknak tekintsük, ettől függetlenül megcsodálhatjuk a virágot, és az Isten teremtett szépséget innen a hegy tetőtől. Mint minden, ez az zarándoklat búcsúval jár, és búcsút nyerni jöttünk, ezért kérjük, hogy most tehát hogy mindenki most kicsit szálljon magában, esendőségeit kírja a feloldozást a Teremtő Istentől, hogy tiszta lélekkel, tiszta szívvel, örömmel, szeretetben, egy közösségi zarándokokként menjünk fel a kápolnához. Akkor egy pár perc csendbe kérjük ezt. A Csiki medencében látjuk a nagy Somlyóhegyét. A biopédáról fennebről látjuk, az a kúba, a fenyőfa. A Csíksomlyói hegy az a medencének a közepére esik be. És ez azért fontos innen a szép havasról ismert számunkra, hogy nem tudjuk, hogy hány száz évvel ezelőtt az őseink úgy építkeztek, hogy a medencébe körbe hat külső pontot úgy jelöltek meg, úgy építettek fel általában várakat, hogyha ezeket összekötjük, mint három tengely, az a Csíksomlyó Szálvátor kápolna a szentélyén megy keresztül. És egyik ilyen pont a Széphavasi kápolna. Annyira, hogy Széphavas most nem látjuk, a lennem lehet ez látni, tehát az a Széphavas Szálvátor kápolna a Hargitara, egy tengely, itt körülbelül itt megy most a talpunk alatt, tehát az energiatengely itt megy le. Vagy itt megy keresztül. Na, tehát, hogy ezek felé is tiszteletben vagyunk, mi, akik a kápolnát építettük, illetve mindaz, aki ezt így megismerte, hogy szerintem ezer éven túli múltról beszélünk. Sőt, annyira, hogy a medencén túl is van három olyan négykarrieres kerekkápolna. Az egyik a Perkői kápolna, biztos ismerik, Kézdi Szent Lélek vagy Kézdi Vásárhely fölött. A másik Udvarhelynál, a nyugati bejáratánál a Jézus kápolna, a zsindelyfertésű, a cinteren fallal körülvéve, és a harmadik
a Szent Anna kápolna, a Gyergyó Szent Miklós fölött a hegy tetején. Ezek mind négy karriós rotondák voltak, illetve azok a Gyergyóig is a hosszhajóval bővítették a évszázadokat. Ezek a kápolnák is a Szálvátor kápolna központúságában vannak, tehát 43 kilométer sugárra vannak ráépítve. Tehát milyen kultúra volt az, ami képes volt medencén túl, tehát belátható távolságon túl is kitűzni helyeket. És akkor a másik hat pontot még hadd említsem, tehát említettem a Haromvárát, Széphavast, a Nagyboldogasszony kápolna, Csíkszentgyörgy fölött, Bakfalva fölött, a Tusnád fölött, a Szent Annától közelségében a vártető, az volt a székelyek legnagyobb várja, Átellenben Domokoson Várbükke, illetve nem mondtam, a Nagyboldogasszony kápolnával szemben a Pogány vár az Csikrákos fölött. Mert a Csiki medence az vízzel volt feltelve, addig amíg a Tusnádi szorosnál az Olt, illetve az Oltot nem csapolták le és nem folyt ki, és a lakott települések fennebb voltak. Na, talán megérkezett mindenki, beértek mindannyiunkat, akkor menjünk, még lesznek ilyen megállók.